Mikor ültessünk gyümölcsfát? Állandóan. Így novemberben állandóan ez a kérdés, mikor ültessünk gyümölcsfát. És pont ma volt egy beszélgetésem egy vásárlóval, nagyon érdekes volt, mert arra jutottam, hogy a gyerekkori élményeink mennyivel sokkal erőteljesebb élmények, mint az, amit a jelenben tapasztalunk. Én is emlékszem rá, és főleg itt azokról van szó, akik még a múlt században születtek, hogy gyerekkoromban, a 90-es években már november elején leesett az első hó. Viszont ennek napjainkban nyoma sincs. Azt nem tudjuk, hogy meddig fog ez a idézőjelbetett kedvező időjárás tartani, de amíg a teleink olyanok, mint amilyen a mostani ősz, a mostani november, addig a gyümölcsfákat gyakorlatilag nem ahhoz, a gyümölcsfák ültetését nem ahhoz kell igazítani, hogy milyen hónapot írunk, hanem az időjárási feltételekhez. Mikor ültetünk gyümölcsfát? A konténeres gyümölcsfák ültetésének az ideje bármelyik évszakra, bármelyik hónapra eshet, bár én leginkább a rügypattanástól őszig terjedő időszakra javaslom, mert ez pusztán logikai megfontolás. Gyakorlatilag utána is lehet ültetni. A szabadgyökerű gyümölcsfák ültetésének az ideje azonban sokkal korlátozottabb, az lombhullástól rügypattanásig terjedő időszakban értendő. Tehát gyakorlatilag még télen is lehet gyümölcsfát ültetni, hogyha a talaj nincs átfagyva. Tehát nem kell aggódni, hogy jön a tél, és, és megfagy a talaj. Lehet, hogy lesznek kisebb talajmenti fagyok, de ettől még az ültetés nem, nincs, meg, nincs akadályozva. Tehát ezeket a gyümölcsfákat, amelyeket a vermelőbe itt elhelyeztünk, Ezekre megrendeléseket veszünk föl augusztus közepe óta, összegyűlik ilyenkor egy halom megrendelés, amit nem tudunk egyik napról a másikra teljesíteni, viszont <tosz> bőségesen rendelkezésünkre áll idő ahhoz, hogy mindenkit időben kiszolgáljunk. Tehát mikor ültetünk gyümölcsfát, nem akkor, amikor az őszi hónapok vannak, hanem mindig. Amikor az időjárás ezt engedi a számunkra. Ere bajom! Ugye?